Megszüntetni a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálatot a kormány, derül ki egy éjjel benyújtott törvényjavaslatból. A jogszabály tervezete a munkavállalók és munkaadók adminisztrációs terhének csökkentésével indokolja a változást, meghagyva, hogyha a munkaadó elrendeli a munkaalkalmassági vizsgálatot, ha akarja, illetve lesznek olyan munkakörök, ahol továbbra is kötelező lesz. A szakszervezetek és a munkaadók is nehezményezik, hogy a kormány nem egyeztetett a benyújtást megelőzően. Így zajlik a vérnyomásmérés ezzel a hagyományos eszközzel. Amennyiben a parlament megszavazza, akkor egyes munkahelyeken ez már nem lesz kötelezően elvégzendő eseménysor a dolgozó felvételét követően. Egy keddéllyel benyújtott törvényjavaslat szerint ugyanis az adminisztrációs terhek csökkentése céljából megszűnne a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálat. A tervezet kitér arra is, hogy a munkáltató elrendelheti a vizsgálatot, illetve lesz olyan munkakör, ahol kötelező marad. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja a munkára való alkalmasság megállapítása, mondta Híradónknak a Házi Orvosok online szervezetének elnöke. És akkor előzményi adatok felvételét követően egy fizikális vizsgálat elvégzése következik, és az orvos számára rendelkezésre álló adatok alapján és az adott munkakörre jellemző körülmények, egyéb noxák, különböző behatások alapján tud a foglalkozás egészségügyi orvos döntést hozni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a párbeszédet hiányolta a jogszabály benyújtása előtt. Arra ébredünk, hogy egy törvényjavaslat kerül be a parlament elé, és ennek semmilyen előzetes konzultációja, egyeztetése nem történt meg. Zlati Róbert úgy véli, a munkaadók számára nem járt sem kirívóan nagy anyagi vagy adminisztrációs teherrel a kötelező orvosi vizsgálat, vagyis nem tartja elégségesnek a törvény indoklásában leírtakat. Előjönnek a kérdések, hogy miért van erre szükség. Esetleg a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának az egyszerűsítése például, hogy ne legyen azzal gond és probléma. A munkavilágát érintő változtatásokat előzetesen egyeztetni kellene a munkáltató és a munkavállalói szervezetekkel. A Munkaadók Szövetsége sem kapott megkeresést a kormány részéről, mondta az MGOS alelnöke. Rolek Ferenc szerint azonban sok munkakörben inkább rutinszerű volt a vizsgálat, mint indokolt. Ezzel együtt szerinte a legtöbb munkaadó folytatja a vizsgálat gyakorlatát. Az egyes cégek, legalábbis a mi cégeink, a közép- és nagyvállalatok, azoknak saját érdekük is nyilván, hogy olyan munkavállalót vegyenek föl, aki egészségileg alkalmas a munkakörre, ezért ezt meg fogják oldani. Kerestük a kormányt, hogy pontosan mely munkaköröknél lesz kötelező az orvosi vizsgálat a munkavállaláskor, illetve milyen hatásvizsgálat előzte meg a jogszabály benyújtását. Röviden annyit válaszoltak, hogy a részletszabályok megalkotása folyamatban van.